Mi megyünk repülni! Jó reggelt! Úristen, eljött ez a nap, hogy életünk első közös repülése lesz Olikával. Nagyon izgulok, még azért nagyon korán reggel van. Egy picit felébredünk, és akkor végül is egy napi vlog lesz, de azért mesélek magunkról, hogy mi újság van velünk. Nekem is van sok új dolgom, Olinak is, Daninak is, úgyhogy az első nagyon fontos, hogy Oliver ma is végigaludta az éjszakát, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Pont most én meséltem valakinek, hogy 4-5 naponta van egy éjszaka, amikor végigaludsz az éjszakát. Csak úgy random, én nem tudom, még nem jöttem rá. Mondjuk most tegnap előtt is átaludtam már, úgyhogy nagyon jól esik. Na mindegy, iszom egy kávét, aztán jövünk vissza. Óriási nagy káoszban vagyunk. Bobina. Próbálnánk pakolni, de hát... Bobit fújjuk, gyere. De nem megy, mert vagy Bobit kell fújni, vagy Oliver kipakol a bőröndökből. Képzeljétek el, hogy elkezdett Dani pakolni. És ő teljesen megijedt. Azt hitte, hogy csak a Dani megy, mert ugye legutóbb, amikor bőröndbe pakolt, akkor eltűnt egy hónapra. Úgyhogy ő szegényként nagyon szomorú lett, és elkezdett kipakolni a bőröndbe. Úgyhogy... Nagyon nehezen sikerült vele megértetni, hogy ő is jön és együtt megyünk, úgyhogy az ő bőrönyét is elővettük, és akkor elkezdtünk pakolászni. Na de azért kicsit ugorjunk vissza az időben. A legutolsó videóm ugye még Horvátországban készült a nyaralás alatt. Azóta eltelt elég sok idő. Először is ugye végre megérkezett Dani, amit már nagyon-nagyon vártunk. És ezt azzal ünnepeltük meg, hogy ugye Balatonon töltöttünk egy pár napot, ami csodálatos volt. Hihetetlenül sokat bicikliztünk, pihentünk, trambolinoztunk, a Palcsiban fürödtünk. Erről Daninak van is egy videója, ezt majd itt nézzétek meg mindenképpen, mert olyan jól bemutatja, hogy milyen jól telt ez a pár napunk ott a Balcsi. Képzeljétek el, hogy 40 kilométert tekertünk Olikával, az első hosszú biciklis utunk, és nagyon ügyesen viselkedett, és nagyon élvezte ő is, mi is, úgyhogy tényleg nagyon feltöltöttünk az alatt a pár nap alatt. Ez alatt a pár nap alatt volt a Samsungnak a Galaxy Unpacked eseménye, amit nagyon sajnálok, hogy ekkor jött haza Dani, és mi ezért nem tudtunk rajta részt venni, pedig minden évben nagyon várom, mert annyira izgalmas dolgokat tud a Samsung mindig előrukkolni, így az eseményt illetően is, meg persze az új készülékek terén is, mindig nagyon kreatívan és interaktív módon mutatják be az újdonságokat. Az idei Unpacked esemény szlogenje, nyis az új világra. Hát ez nem teljesen véletlen, hiszen több olyan dologgal is előrukkoltak, ami ugye kinyitható. Ilyen a Galaxy Z Fold 3, ami összecsukva egy normál telefon méret, tehát elfér a zsebedben, kinyitva mégis olyan nagy a kijelzője, hogy akár azon dolgozni is, vagy filmezni is tudsz, tehát egyben egy telefon is, meg tulajdonképpen egy tablet. A következő a Galaxy Z Flip 3, gyönyörű. Olyan, mint egy ékszerdoboz, egy kis smink tükör, nagyon egyedi a kialakítása. Csajos, de mégis annyira vagány, hogy simán férfiaknak is el tudom képzelni. Újdonság a Galaxy Buds 2, ugye mi ezt nagyon sokat használjuk Danival, aktív zajszűrés van benne, kényelmesen illeszkedik a füledbe, nagyon sokáig bírja egy töltéssel, és nem mellesleg nagyon szép. Újdonság még a Galaxy Watch 4, ugye ez is ez a klasszikusabb óra, ami mechanikusan még tekergethető, ezt szintén nagyon szeretjük Danival, hogy így lehet tekerni, és így is nem csak érintő képernyővel vagy kijelzővel irányítatod az órádat. A linkeket a leírásban megtaláljátok. Szóval nekem most az abszolút kedvencem az újdonságok közül az a Z Flip 3, és tadám, ezt figyeljétek, meglepetés. Itt is tartatom a kezemben, amúgy nagyon szép ez a zöld cím. Tesztkészülék ugyan, megkaptuk, hogy egy picit tesztelgessük, és majd hát meg is szeretném nektek részletesebben mutatni ezt majd egy következő videóban, hogy mit tud ez a telefon, mik az előnyei, és miért választanám én ezt. De itt van, gyönyörű szép, nézzétek, ez nagyon jó, hogy itt összecsukod, és akkor itt is mutatja neked a dolgokat. Na mindegy, ezt majd még fel kell fedeznem ezt a telefont, de amit már biztosan látok rajta, hogy gyönyörű.
Igen. Erre mondtam, hogy sminktükör, ékszerdoboz. Szóval fantasztikus. Na, haladjunk tovább. Ezt követően ellátogattunk Gyulára is, hiszen megtartottuk, vagy hát Daniék megtartották a második Epic Camp tábort, amin azért Olival mi is részt vettünk, és nagyon jól sikerült, úgyhogy hát jövőre folytatjuk. Ami az én életemben újdonság, ugye a nyaralás után én teljesen ráfeküdtem az új projektemre, amit ugye most már Instagramon lelepleztünk, a Covirami programot, itt már többször videóban is említettem nektek, vagy célozgattam arra, hogy nagyon készülök már egy ideje valamivel, és ugye ez hamarosan ki fog derülni, hogy mi. Tartottunk egy live élőadást, amiben már elmeséltem nektek hosszasan, hogy mi az, amire készülök, de itt még YouTube-on nem beszéltem róla, úgyhogy csak pár mondatban végre lelepleztük a Covirami programot, ugye ami egy életmódváltó program, amivel a célom, hogy megtanítsalak titeket arra, hogy milyen az a hosszú távon fenntartható egészséges életmód. Szeretnék sokkal-sokkal többet segíteni, mint eddig, úgyhogy ezért volt kevesebb edzős videó itt a YouTube csatornámon, mert erre készültünk. Úgyhogy lesz egy külön weboldal, egy külön webes felület, ahol majd csatlakozni tudtok ti is a programba. Lesz heti live edzés velem, minden héten fix időpontban egy online live edzés, aztán majd lehet, hogy később már személyesen is közös csoportos óra keretében is tudunk majd találkozni. Lesz egy zárt videótár, amiben folyamatosan bővülő edzések lesznek. Adunk egy minta edzésprogramot, emellett lesz egy minta étrend. Szóval az étkezésre is odafigyelünk, és megtanítjuk azt is, hogy milyen a helyes táplálkozás. Ezentúl pedig lesz egy lelki és mentális egészségfejlesztés része is a programnak, hogy azért nem csak a testünket, de a lelkünket is ugye hát kordában tartjuk, és egy picit azzal is foglalkozzunk, mert úgy teljes egész ez a dolog, ez a történet, az egészséges életmód. Úgyhogy ez az én szerelem projektem, mert több mint egy éve, másfél éve ugye erre készülünk. Nem volt egyszerű azért, de nagyon izgatottan várom, hogy elinduljon, és ez most már el fog indulni heteken belül az első live edzés, úgyhogy ha érdekel ezzel kapcsolatban részletesebben minden info, akkor kövessétek be Instagramon, meg Facebookon a Covirami programot, és ott találkozunk majd. Ez történt velem, Olikával, hogy mi történt, csak gyorsan. Két meghatározó dolog, a bilizésről szerettem volna nektek mesélni, hogy egyik napról a másikra, hát nem azt mondom, hogy szoba tiszta lehet, de tulajdonképpen itthon igen, amikor nincs rajta pelus, akkor ő tudja, hogy, mondtam, most nincs itt a bili, mert pont kimostam, tudja, képzeljétek el, hogy abba kell pisilni, vagy kakilni, már az is megy, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy jó, én ezt el akartam nektek újságolni, hogy milyen büszkeség történt. Persze még, hogyha megyünk valahova, akkor pelusba megyünk, mert az nem megy. Sőt, egy dolog még nem megy, ez nagyon érdekes, hogyha itthon pelus nélkül van, és csak simán ráadok egy nadrágot, akkor az úgy nem működik. Azt hiszik, hogy az is pelus, és akkor nem tud rá figyelni. Úgyhogy ezen még így dolgozunk, de nem erőltetek semmit, szerintem pont ezért ment ilyen gördülékenyen ez az egész, mert hogy picit csak mindig csepegtettük, mutattuk neki a bilit, régóta megvan a bili, győzködtük, aztán nem ment, aztán elengedtük az egészet, aztán megint megpróbáltam, és akkor egyszer csak így beindult az egész. Úgyhogy ez az egyik újdonság az életünkben, így Oli terén. A másik pedig, hogy most már ugye szeptember van, de szeptember közepétől bölcsibe fog járni Olivér. Ez még nagyon izgalmas. Nem tudok semmit mesélni még erről, mert még nem kezdtük el. Úgyhogy erről is majd egy külön videót fogok csinálni, de bölcsibe fog menni, és nem tudom, heti háromszor vagy ötször, ezt még nem döntöttük el Danival, de majd izgalmas, mert két hét múlva indul a beszoktatás, úgyhogy majd erről is mindenképp mesélek nektek, hogyha érdekel titeket ez a dolog. Szerintem Olival ennyi az újdonság, én magamról ezt szerettem volna mesélni, aztán hát nyaralni megyünk! És még nem mondtam, hogy hova, mert hát ugye pakolás közepette vagyunk, amit meg szeretnék majd nektek mutatni, hogy sikerült az első repülésünk Olival, mert ez nagyon izgalmas nekem. Főleg, hogy délutáni órában megyünk, 3:30-kor indul a gép, úgyhogy nem hiszem, hogy aludni fog. Na, fú! Azt a mindenit, igen. Azt is megnyomjuk? Oké. Van ez a kis könyvünk, ami megmutatja, hogy ugye Bakari és Pepper utazik repülővel Afrikába. És
akkor mondjuk Olinnak mindig most már több mint egy hete, hogy mi is ugye repcsire fogunk ülni, ugye Olivér? Szóval mi így készítjük fel Olikát, hogy már repülni fogunk, mindig mondjuk, hogy készülj erre, várja, és akkor megbeszéltük, hogy mi is beülünk majd így a székekre, az ablak mellé anya ül, a középre Olika, aztán Dani, ugye Oli? És rázni fog a gép, meg ilyen nagyon hangos lesz, és aztán felszállunk, és megnézzük az égen a felhőket. Jó lesz, babám? Igen. Szerintem nem fogom megmutatni ezt a pakolós részt, mert nem haladunk sehogy. Igyekezni kell, mert hamarosan indul a gépünk. Nagyon izgalmas. Hát az van, hogy a kicsi Oli nagyon elfáradt. Korábban kelt, mint szokott, ugye, egy picikét, majdnem egy órával. És nem bírta tovább, és én bent pakoláztam a ruháimat, és mire visszaértem, azt láttam, hogy elaludt. És most nem tudom, hogy nekünk ez jó híre, vagy nem. Végül is most 4:11 van, ha most alszik egy órát, vagy egy fél órát, akkor nyugodtabban tudunk majd kimenni a reptérre, és lehet, hogy még akkor a gépen fél négytől még alszik még egy picikét. Nektek ez nagyon hamar ki fog derülni, hogy ez jó volt-e nekünk. Édesem, elindultál? Saját kis bőröndöd meg táskád. Itt van Benni nagybátyó, Uncle Ben, meglepjük, Jóri. Te kiszóltál, ugye? Itt van Penny bátyó! Oli, még hány kört megyünk? Kettő kört, biztos? Egy, kettő? Na jó, akkor még kettőt. Vigyázz, hova lépsz. Na kérem, hát így telik a várakozás itt a reptéren. Nagyon sokan állnak sorba a becsekkolásnál, úgyhogy mi most itt eljátszogatunk Olival a mozgólépcsőnél. Tudtam elképzelni, hogy a babakocsival lesz-e gond, nem lesz-e gond, és eddig tök simán ment minden, most kell itt hagynunk, azt leviszik a gépbe, és csak simán beszállhatunk. Én 20 évesen ültem először repülőn, kettő. Hihetetlen, pont ezt akartam mondani, hogy 2 éves, és már külön helye van. Jó. Aminek egyrészt örülök, másrészt nem, mert drága volt. Jaj, Dani. Hát de... csak pár nappal később tölti a kettőt. Jaj, de eddig minden szuper. Olivér nagyon ügyesen viselkedik. Most azért a felszállástól majd egy picit tartunk, de majd cumizunk. És ilyen fantasztikus helyünk van. Ja, hát Olika cumizik. Bocsá, igen, mindig többet szabad beszélni. Na, majd jelentkezünk, hogyha leszálltunk. Picit sokat kellett várnunk az utazás során többször is, viszont Olivér előtt le a kalappal. Ő annyira fantasztikusan vette ezeket az akadályokat. Komolyan mondom, hogy én sokkal-sokkal nyugosabb voltam, mint ő. Őt lekötötte minden, új ingerek, szóval nagyon jól érezte magát, és egy picit visszatérve a repülőútunkra, nagyon sokat olvastunk, mesét, meg hát néztünk is. Az elején a felszállásnál egy kicsit megijedt, ugye különült közöttünk, és oda szeretett volna ülni az ölembe, úgyhogy miután odaült és kilátott az ablakon, onnantól kezdve minden rendben volt. Néztük a repülőgépet, a felhőket, hát nagyon-nagyon jó érzés volt látni az arcán, hogy mennyire izgatott és mennyire tetszett ez neki. Úgyhogy fogunk még repülni, nem riadtunk meg a repüléstől. Aztán az ölembe elaludt és egy óra múlva ébredt fel. Igazából valószínűleg a nyomás különbség ébresztette fel. Az ő füle előbb jelzett, mint ahogy mi észrevettük volna ezt, mert ő sírva ébredt.
és akkor gyorsan mondtuk neki, hogy cumizzon, de az úgy nem nyugtatta meg, kicsit bepánikolt, és akkor bedobtuk az adut, vittünk neki csokit, meg mesét néztünk, és akkor pillanatok alatt minden rendben is lett, akkor egyedül tudott szerintem a fülével a nyomáskülönbség is, mert utána már tényleg minden rendben volt. Sok-sok autó, figyelj, ne fogok szállni! Na mit szólsz? És? Földön vagyunk, Oli, most már. Leszálltunk. Még? Még szeretné repülni. A legijesztőbb rész Olinak a repülésben az a megérkezős taps volt. Igen, a Tom megijedt. Nem tudta, hogy miért kell tapsolni. Úgyhogy tényleg nekünk nagyon jól sikerült az első útunk, úgyhogy bátran ti is próbáljátok kigyelkötszel. Ne riadjatok meg a repüléstől. Na hát, és már itt vagyunk 4 napja Törökországban, ebben a gyönyörű szállodában, aminek a neve Royal Alhambra Palace. Az utazlászmenet.hu utazási irodával utaztunk, és nekünk az egész utunkat igazából ők szervezték, a repülőutat is, meg tulajdonképpen ők választották ki ezt a hotelt, és hát fantasztikus, úgyhogy én csak ajánlani, így legalábbis mi csak ajánlni tudjuk nektek. Nagyon családbarát, úgyhogy gyerekkel is bátran gyertek, mert annyi gyerekprogram van, mi Olivérrel minden nap délelőtt és délután is miniklubba járunk, és nagyon kreatív meg cuki dolgokat készítünk, pólót festettünk Olivérnek, egy minyonos pólót, ő a kis saját kezével az első festése, ez is nagyon-nagyon édes volt, meg pizzát sütöttünk, meg hernyót ragaszgattunk, meg szóval tényleg minden, és este pedig minidiszkóval várnak minket, úgyhogy eléggé Oli központú nekünk ez a nyaralás, de hát ezt mondom, a családos, vagyis a gyerekes családok ezt tudják, hogy hogy megy, hát mindent is a gyerekért. De tényleg nagyon jól érezzük magunkat, még van 2 napunk vissza, úgyhogy mi visszavonulunk pihenni, és ez most egy ilyen szent családi nyaralás, úgyhogy videó sem fog készülni, mert tényleg pihenni jöttünk. Viszont ahogy hazaértünk, folytatjuk a munkát, és vele csapunk a további videókba, úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ezekről a tartalmakról majd nem maradjatok le. Köszönöm a Samsungnak, és örülök, hogy folytatódik ugye a közös munkánk. Ne felejtsétek el, hogy leteszem a leírásba a linkeket az új készülékekről, ott minden bővebb információt megtaláltok róla. Na, hát remélem tetszett a videó, találkozunk hamarosan, sziasztok!